Na jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, üdvözlök mindenkit. Mert most egy nagyon rövke videó lesz, mert csak egy dolgot akarok megmutatni, de már annyiszor beszéltem arról, hogy lesz az építkezés, meg átépítés itt a Cockhead Centernél, és ugye itt van mögöttem ez a parkszerű valami, ahol majd egyszer lakóépület lesz, vagy hotel, vagy a tököm tudja, hogy mi, mert most már nem tudom pontosan, nem tudok kivezetni rajta. De hogy azt mondtam, hogy nem történik egy kapavágás sem, tehát hogy még azon kívül, hogy itt a gyomítót beszólták és annak ellenére nő a fű, nem történik semmi, de most már történt valami, megfordítom a kamerát és fogjátok be. Ez itt valaha egy charity bolt volt. Illetve hát a bolt részleg most is megvan, hiszen ott tetszik látni ezt a két ablakot, meg ezt az ajtót, tehát az még az üzlethez tartozik. Csak ez raktára volt a jótékonysági boltnak, és ezt így már elkezdték lekapni. Tehát ott áll a darúsgép, és elkezdték szépen lebontani ezt a részét, tetszik látni, és hát mondjuk ez pont nem volt benne a szólásban, tehát elég azt a végét kéne bontani. De ugye mivel ez is benne van a tervben, a kiviteli tervben, hogy úgy lesz lebontva, hogy ez is majd le lehet bontva egyszer, tehát elkezdték innen bontani az egészet. Ebből is látszik, hogy akkor valami elkezdődött. Nem egy nagy tétel, de valami. Na, hát aztán, hogy konkrétan mikor kezdik el azt a részét bontani, illetve mikor kezdik el a magát a gyalogos átjárót bontani, a felüljárat, a gyalogos hidat, hát azt nem tudom, még jelen pillanatban, mert hogy nincs semmi kiírva, tehát erről sem volt semmi kiírva, ezt csak bezárták, az kész, csá. És most mondom, egy-két nap ezelőtt elkezdték lekapni az egészet. Mondanám, hogy bolt állott most kihalom, de hát a bolt elvileg megvan, csak be van zárva. Benne nem tudok videófelvételt készíteni, mert akkor emberte meg van, mert mi szól a copyright az zene, mondjuk itt is a kocsiból. De mindegy, akkor menjék is tovább. Szóval, hogy benne nem tudtam felvételt készíteni, de majd kiteszek egy fényképet, amelyik sarokban mindegy, hogy most hogy néz ki ez a bolt, hát le van fóliázva konkrétan. De érdekes, hogy pont így kezdték meg a bontási munkálatokat. Elvileg jövő hónaptól, tehát most szeptember vége van, október valahanyadikától kellene kezdődnie az egész bontásnak, hivatalosan. Hát aztán majd meglátjuk. Mert ha ilyen üzemben halad meg, akkor soha bizonyos kurva életben nem lesz kész ez az átépítés, vagy fölépítés, vagy szálloda, nem szálloda, stb. Nem tudom. Na majd, ha lesz valami fejlemény, újabb fejlemény, akkor majd szólok, jó? Na, addig is, ja, igen, tessék like, komment, feliratkozás, esetleg egy kis donation a kerítésen, és akkor tényleg találkozunk legközelebb. Bye everybody!